Már izgatottan várom október 13-át, ugyanis a Sörfesztiválon lépünk fel a zenekarommal. 60 készülj, óriási bulival várunk titeket! Ezzel a kis videóval köszöntötte a 60-iakat Horváth Tamás, aki a Sörfesztivál egyik fellépője lesz. Ő október 13-án a nyitónapon ad majd koncertet, de ezen a napon fellép még Kis Kevin, a Valmar és DJ Milán is. Október 14-én szombaton sem lesz hiány koncertekből. A 60-i fiúk, az Irigy Hónai Mirigy, a Neoton Família sztárjai, valamint DJ Gézu szórakoztatja majd a közönséget. A rendezvényre már minden készen áll a Népkertben. A sörsátrat felépítették, fel is díszítették, elkészült a színpad, az árusok és a szolgáltatók is lassan elfoglalják helyüket, mindezek mellett már a vidámparki játékokat is összeszerelték, amelyeket az üzemeltetőknek köszönhetően a 60-i óvodások már ingyen ki is próbálhatták. Idén különlegesség a 30 méter magasságú óriás kerék. Holnap 15 órakor megnyitja a kapuit a 12. 60-i Sörfesztivál. Ahogy látható mögöttem, ugye a sátor már elkészült, és a dekoráció is szinte most már teljesen készen van, úgyhogy ünnepi pompában várjuk a közönséget. A színpad és a hangtechnika a fénytechnikával együtt is elkészült, úgyhogy a készületek rendben és időben zajlanak. A holnapi napon fognak leginkább a gasztroárusok kitelepülni. Kis Adrián azt is elmondta, hogy több mint 50 féle sörkülönlegesség lesz, és 30 különböző étel, ital és egyéb árus is részt vesz a rendezvényen. Emellett szombaton kitelepül a Grassalkovics Művelődési Ház, ők az Ady Endre könyvtárral együtt ingyenes kézműves foglalkozást tartanak a gyerekeknek déltől délután 5 óráig, és ebben az időszakban az arcfestés és a csillámtetoválás is ingyenes lesz a legkisebbeknek.